Na, sok szeretettel üdvözlök mindenkit, Attila Csipi vagyok, és ez itt a Közvetlen Demokrácia Szövetség és Mozgalom élő Facebook adása, ligetvédők büntető tárgyalása. Kapcsolódjatok be az adásba, tegyétek hozzá a véleményeteket. Mindenkinek nagyon szép jó estét kívánok, és szép napot kívánok. Kapcsolódjatok be az adásba, és mindenkinek várjuk a véleményét. Mindenkit szeretnénk megkérdezni, mi a véleménye a mostani Magyarországról, mi a véleménye a mostani Orbán kormányról, a garázdaságokról, a korrupcióról, és a mostani dolgokról. Vasari Erikát is üdvözlöm, Tisza Istvánt is üdvözlöm sok szeretettel, és mindenkit, aki most kapcsolódik be az adásunkba. Nagyon szeretném, ha Vasari, szép napot neked is, Vasari Erika, Puporka Ferenc, szép napot nektek is, nagyon szép napot. Miközben Magyarország szegényedik el, miközben Magyarország haldoklik, miközben embereket lakoltatnak ki, embereket vernek át, károsítanak meg, az Orbán kormány garázdálkodik. Az Orbán kormány milliókat nyúl le az emberektől. Györkös Attilát is üdvözlöm sok szeretettel. Szia Attila, neked is szép napot, mindenkinek nagyon szép jó estét kívánok. Ez itt a Közvetlen Demokrácia Szövetség és Mozgalom élő Facebook adása, ligetvédők büntető tárgyalása. Ne felejtsétek el, hogy továbbra is folynak a tüntetések, a demonstrációk. Szakszervezetek fognak tüntetni, közalkalmazottak fognak tüntetni természetesen. Most már elkezdték ugye nagyon sok autógyárba a tüntetést. Ti is tudjátok, hogy nagyon sok multi dolgozót átvertek, nem kapták meg azt a béremelést, nem kapták meg azt a juttatásokat, amit ugye a mostani Fidesz kormány megígért nekik. Közben mi magyarok elszegényedünk, és egyre csóróbbak leszünk, és egyre kiszolgáltatóbbak. Orbán Viktorék úrizálnak a budai várba, és milliárdokat, mondom, milliárdokat és milliókat sikkasztanak el a magyar néptől. Mai témánk a hazugság, a sikkasztás, a magyar nép átverése. Ez a mostani kormány átveri a magyar népet, átveri az embereket. Ili Karánét is üdvözlöm sok szeretettel. Szia Ili, mindenkinek nagyon szép jó estét kívánok. Nem mindig tudok jelenkezni. Györkös Attila, üdvözlök az újpesti tüntetésre, menet jelenkezem. Nagyon jó, köszönjük szépen. Györkös Attila írja, üdvözlök az újpesti tüntetésre, menet jelenkezem. Jó, nagyon jó. Ili Karáné is üdvözöllek, köszönjük szépen Györkös Attilának. Aki ugye jelenkezik Újpestről, Budapestről, az jelenkezzen be élőbe, és ossza meg a Közvetlen Demokrácia Szövetség és Mozgalom Facebook oldalán. Hamarosan indul a kollégánknak is az új műsora, Szarka Dávid új műsora, aki a szociális dolgokkal, a szociális problémákkal fog foglalkozni. Dávid be fogja mutatni, hogy mennyi szegény ember van Magyarországon, mennyi kiszolgáltatott ma Magyarországon, akik teljesen el vannak szegényedve, és akiken nem segít az Orbán kormány. Ez Szarka Dávid új műsora lesz, és a Közvetlen Demokrácia Szövetség új műsora, úgyhogy figyelemmel kísérjétek Dávidnak a műsorát. Nagyon érdekes lesz, és nagyon sok mindent be fog mutatni Dávid kollégám, Dávid barátom. Szociális ellátások, az embereknek a kiszolgáltatása, szegény emberekről fog szólni, olyan emberekről, akik teljesen magatehetetlenek, és a mostani Orbán kormány nem segít rajtuk. Dávid ezt fogja majd bemutatni. Úgyhogy köszönjük Dávidnak, várjuk az új műsorát Szarka Dávid kollégámnak. Kotormán Dánielt is üdvözlöm, és közben kapjuk a kommenteket. Puporka Ferenc, sajnos az Orbán kormány, ez egy igazi nemzetgyilkos, szövetség lett. Miért van az, hogy az állatkínzás büntetik, az emberkínzás pedig titkolják?
köszönjük szépen. De hát igen, ahogy Puporka Ferenci sírja, és Vasadi Erika, pontosan nagyon sok ember, aki ki van szolgáltatva, aki ma szegény Magyarországon, az Orbán kormány magára hagyta. Itt megígértek szociális támogatásokat, megígértek családtámogatásokat, és megígértek olyan segítséget a családoknak, az embereknek, amit nem tartottak be. Itt milliárdokat nyúltak le a haverjaival és a barátaival, és közben ezeket az embereket, akik ki vannak szolgáltatva, akik el vannak szegényedve, ezeknek az embereknek nem segítettek. Családosok, hajléktalanok, közmunkások, mély szegénységben élő emberek, akik még a minimál bért se érik el. Erről fog szólni a Közvetlen Demokrácia Szövetség új musora, amit Szarka Dávid kollégám, barátom és a Közvetlen Demokrácia Szövetség tagja fog bevezetni és bemutatni nektek. Nagyon érdekes lesz, rengeteg embert meg fog szólítani Dávid, szociális munkásokat, természetesen hajléktalanokat, és olyan embereket, akik ezeknek az embereknek próbálnak segíteni. Nagyon nehéz, mert ezek a szociális munkások, ezek az emberek falba ütköznek nagyon sok helyzetbe, és nem segítenek ezeknek az embereknek. Dávid és barátai, szövetségei, szövetségesei mégis megpróbálják majd a lehetetlent, hogy ezeknek az embereknek segítsenek, és be fogják mutatni nektek, hogy mi is a valóság, amit az Orbán kormány eltitkol előletek is, és az emberek előtt. Közben egyre többen jelentkeznek be, tegyétek hozzá a véleményeteket, mi a véleményetek a mai szociális hálóról, és a mai szociális ellátásról. Közben olvasom a kommenteket. Ki is írja nekünk, most is ezt már megkaptuk, igen. Igen, Ili Karáné írja, hogy éheznek, fáznak az emberek, népirtást folytat Orbán és bandája. Csinálok élő videót a tüntetésről, Szilogisztikai Média Center oldalán lesz látható. Köszönjük szépen Györkös Attilának, és mindenkinek, Erzsit is üdvözlöm, és mindenkit, aki most kapcsolódott be. Nagyon örülök, hogy velünk vagytok, nagyon örülök neki, hogy egyre többen csatlakoztok a Közvetlen Demokrácia Szövetség és Mozgalomhoz. Böbe Józsefnét is üdvözlöm sok szeretettel. Nagyon szép napot kívánok nektek, és ne felejtsétek el, hogy csak összefogással, összetartással tudunk célra törni. Nagyon sok egészségügyi dolgozó, közalkalmazott, állami alkalmazott kezdte el a tüntetést, és kezdte el a demonstrációt. Közben a házon kívülbe rendőrök nyilatkoztak, hogy rendőrök is másodállásba dolgoznak, hogy meg tudjanak élni. Rendőröknek ígérték meg az 50%-os béremelést, akik éjjel-nappal dolgoznak, túlóráznak, tüntetéseken ott vannak, és ők se kapták meg azt a megígért béremelést, amit az Orbán kormány ugye beígért nekik. Közben rendőröknek kell másodállásba menni, biztonsági őrnek, kajaszállítósnak, postai kihordónak, hogy meg tudjanak élni. Főhadnagyok, őrmesterek, főtörzs őrmesterek nyilatkoztak a házon kívülbe, hogy mennyire becsapta őket és átverte őket az Orbán kormány. Vasadi Erika, igen, írja, mindjárt mondom, Vasadi Erika és Puporka Ferenc írja, amíg ez a szemét kapitalista diktatúra uralkodik, addig semmi nem lesz rendben, még népkonyhák lesznek, ameddig egy éhező gyerek is van, semmi nem lesz jó. Én is úgy gondolom, köszönöm szépen
ezt a véleményt. Ágnest is üdvözlöm sok szeretettel. Közben tegyétek hozzá véleményeteket. Mi a véleményetek a mai szociális árról, a mai ellátásról, szociális ellátásról? Mi a véleményetek arról, amit a mostani Orbán kormány ebben az évben beígért és nem tartott meg? Ti mennyire vagytok megelégedve a saját fizetésetekkel, a saját életetekkel, a saját dolgotokkal, amit a mostani életbe el akartok érni? Mennyire tudjátok eltartani a családotokat, a gyerekeiteket? Mik azok a mindennapi, hétköznapi problémák, bajok, amivel meg kell küzdenetek minden nap, amikor ki kell fizetned a rezsit, vagy be kell fizetned a csekket, vagy ugye be kell fizetned a gyerekednek különböző kiadásait? Mennyire tudod eltartani a gyerekedet, a családodat? Mennyire érzed azt, hogy ez a mostani kormány törődik veled? Várjuk a véleményeket, és várjuk a hozzászólásokat. Természetesen indul a Közvetlen Demokrácia Szövetség új műsora Szarka Dávid kollégámmal, barátommal, aki megpróbálja bemutatni nektek a valóságot és az igazságot szociális ellátásokról, emberi sorsokról, életekről. Megdöbbentő drámákat fog bemutatni nektek Dávid, és különböző emberekkel fog interjút készíteni, hogy mi is a mai magyar valóság. Úgyhogy kövessétek Szarka Dávid új műsorát, ami hamarosan indulni fog. Nagyon szurkolunk Dávidnak, hogy ez a műsor sikeres legyen, és hogy mindenki támogassa Dávidot ebben az új műsorban. Úgyhogy hajrá, Dávid, rajtad van a világ szeme, és mi is nézünk és figyelünk téged. Ma az Orbán kormány ezt a magyar népet átverte, megkárosította. Ma az Orbán kormány milliárdokat lopott el a magyar adófizetőktől, és az Európa Uniós pénzeket lenyúlták. Haveroknak, barátoknak osztották ki, és a magyar nép nem kapott belőle. Embereket, családosokat lakoltatott ki a mostani Orbán kormány, akik utcán vannak. Ma több százezer hajléktalan él az utcán is, fagy meg, és éhezik. Ma egészségügyi dolgozók, akik a hivatásukat szeretik, akik szeretnek élni, szeretnek másoknak segíteni, akiknek minden a gyógyítás, orvosok, nővérek, ápolók, szociális dolgozók, akik nem kapták meg a megígért béremelést, akik nem kapták meg azt a lehetőséget, hogy meg tudjanak élni, hogy el tudják tartani családjukat, és ki kell menekülni nagyon sok embernek külföldre. Illi Karáni, várjuk Dávid videóját, és nézzük őt is. Köszönöm szépen, és mindenkit arra biztatok, hogy kísérje figyelemmel ezeket a dolgokat, amit nagyon sok kolléga, barát, olyan emberek, akiknek fontos Magyarország, fontos az emberi sorsok, a barátok, a kollégák, az emberek, és maga Magyarország sorsa, kísérjétek figyelemmel, és segítsétek ezeknek a kollégáknak a munkáját. Tehát ott tartottam, hogy ma Magyarország több sebből vérzik. Ma ezt az egész országot úgy tönkretették rendesen a mostani Fideszes Orbán kormány, hogy nagyon nehéz lesz rendbe tenni. Egy dolog van, ami nagyon fontos, hogy ezt a mostani Orbán kormányt leváltsunk. És ezek a mostani bűnözők, a mostani korrupt kormány takarodjanak. És természetesen elkobozzák a vagyonukat, és azt kapják, amit megérdemelnek. Börtönt. Ma erre a magyar kormány ki van éhezve. Kiéhezett a korrupcióra, kiéhezett az embertelenségre, kiéhezett a nem törődésre. Közömbösek lettek az emberekkel szemben. Közömbösek lettek azokkal a választópolgárokkal, azokkal az adófizető állampolgárokkal, akik tisztességesen és becsületesen élnek. Ma egy olyan embertelen, rohanó világban élünk, ahol sokszor nem állnak meg az emberek egymás mellett. És gyűlöletet keltett a mostani Orbán kormány. Magyar ellen,
magyar, külföldi ellen, külföldi, magyar ellen, nemzetiség, nemzetiség ellen. Ma ez a gyűlöletkampány, ez jó működött a Fidesznek. Ebből tudtak nyerni, és természetesen ebből tudták az embereket befolyásolni. Nagyon sok fideszes agymosott van ma. Erzsébet írja, hogy vége a Jobbiknak. Hát ezt sejtettük, hogy vége a Jobbiknak. Nem volt egy erős párt, nem volt egy határozott párt, nem volt benne összefogás. Úgyhogy nem csodálkozom, hogy a Jobbik megbukott. Én erre együtt tudok mondani, hogy az ellenzéknek össze kellett volna fogni, és a nép mellé állni. Nem most, hanem akkor a választásoknál. Meg kellett volna egyezni, kompromisszumot kötni, és nem a saját érdekeimet szolgálni, hanem a magyar nép érdekeit. Hisz, amikor én egy politika pályára megyek, amikor embereket képviselek, mások sorsát, életét, akkor nem elsősorban magamra gondolok, hanem azokra az emberekre, akiket képviselek. Nem azokra, haverokra, barátokra, cimborákra, hogy meggazdagodjanak, és hogy milliárdosok legyenek a barátaim, a haverjaim. És a szegény emberek, a kiszolgáltatott emberek, vagy a beteg emberek, akik a kórházba szenvednek, killódnak, le vannak szarva. Ez a mostani Fidesz politikája. Számokból állunk, sorozatszámokból, papírokból, adminisztrációból, és természetesen hazugságokból. A statisztika szerint Magyarország 30-valamennyi százaléka népessége elfogyott. Fogynak a magyarok. Egyre kevesebben vagyunk, és fogyunk. Minek köszönhető? A mostani rossz életszínvonal miatt. Magyarország nem erősödött. Magyarország gazdasága nem teljesít jobban. Hisz nem érjük el azt az átlagkeresetet, azt a minimálbért, ami az Európa Unióba van, létezik, és már kapják az emberek. Nagyon sok ország megelőzött minket, és továbbra is azt mondom nektek, hogy sereghajtók vagyunk. Mit tehetünk? Mit kell tennünk? Jó kérdés. Mindenki gondolkodjon el, úgy jön le, amikor végez a munkával, amikor van pihenője, amikor nem dolgozik, amikor kifújhatja magát és gondolkodjon. Mit tehetünk még ennél többet? Elmondom, össze kell fognunk. Együtt kell tüntetnünk, együtt kell demonstrálnunk, hinnünk kell a szólásszabadságban, hinnünk kell a demokráciában, hinnünk kell önmagunkban, hinnünk kell Magyarországban. Hinnünk kell, hogy ez a közösség, Magyarország közössége, a magyar emberek a bajban, a rosszban, a szegénységben, a nyomorban össze tudnak fogni, és le tudják váltani ezt a mostani kormányt. Még ők urizálnak, dorbézolnak. Mi, magyarok, szenvedünk. Killódunk, nyomorban élünk. Meg kell változtatnunk a sorsunkat és az életünket. Erre biztatlak benneteket. Tímár Józsefet is üdvözlöm. Szia Józsi, nagyon szép napot kívánok neked. Tímár Józsi, barátom, színész kollégám, rapper kollégám. Szia Józsikám, nagyon szép napot kívánok, és a családodnak is. Erőt, egészséget. Nagyon örülök, hogy egyre többen csatlakoztok a demonstrációkhoz, a tüntetéshez. Össze kell fognunk ma Magyarországon. Fölköltözött a diktátor a budai várba. Milliókat, milliárdokat szórnak el, úrizálnak, dorbézolnak, és hülyének nézik a magyar népet. Ne hagyjuk. Ma
nagyon sok embert átvertek. Nagyon sok embernek hazudtak azt, amit beígértek. A magyar embereknek azt nem tartották meg. Közben itt vagyunk mi aktivisták, itt vagyunk mi ligetvédők, itt vagyunk mozgalmak, civil szervezetek, emberek, akiknek most erősnek kell lenni. Tudjuk, hogy nehéz az élet, tudjuk, hogy nem könnyű. Tudjuk, hogy rengeteg problémáink vannak, gondjaink vannak. Nap mint nap meg kell birkóznunk problémákkal, bajokkal, anyagi dolgokkal. De összetartással, kitartással, higgyétek el, hogy sikerülhet. Igenis, leválthatjuk ezt a mostani Orbán kormányt. Tímár József, szia, Ati, köszönöm, üdv, köszönöm szépen, Józsi. Neked is nagyon szép napot, és minden jót kívánok neked is, és a családodnak. Egyre több barátom, ismerősöm csatlakozik. Olyan emberek, akikkel évek óta barátok vagyok, évek óta nagyon sok közös dolog összeköt. Józsi barátom, Timár Józsi barátom például, színjátszós kollégám volt Esztergomba. Együtt rappeltünk, énekeltünk, és együtt humorizáltunk. És nagyon sok jót tettünk azért, hogy összekovácsoljunk embereket, összekovácsoljunk jó közösségeket. Úgyhogy köszönöm, Józsi, hogy újra itt vagy, és hogy újra jelentkeztél, és közben olvasom a kommenteket. Orbán miatt nagyon sok család tönkre ment, sok a veszekedés, mindenhol nagyon sok magyar ember öngyilkos lett, és még lesz is Orbán miatt. Bár én erre azt tudom mondani, ne legyetek öngyilkosok, mert igen, több magyar ember, igen, öngyilkosok, mert Orbán erre vár, hogy minél több magyar ember meghaljon, de erősnek kell lenni, és győzni fogunk együtt. Írja Ili Karáné, köszönöm szépen. Hát én is ezt tudom, Anna Máriát is üdvözlöm sok szeretettel, és mindenkit szép jó estét kívánok nektek. Ez itt a Közvetlen Demokrácia Szövetség Mozgalom Facebook adása élőben, a ligetvédők büntető tárgyalása. Nagyon kellemes hétvégét kívánok nektek, ha nem dolgoztok. Ha dolgoztok, akkor jó munkát kívánok, és ne felejtsétek el, nagyon fontos az összetartás, az összefogás és a szeretet. Álljatok ellen a gyűlölet kampánynak, és ne legyetek részese a gyűlöletnek, hanem legyetek részese az összefogásnak, a demokráciának, a szólásszabadságnak. Varga Györgyöt is üdvözlöm sok szeretettel, és ne felejtsétek el, hogy hamarosan február 14-én ligetvédők büntető tárgyalása Markó utca 25, ahol várunk titeket sok szeretettel. Az első tárgyalást megnyertünk, mi ligetvédők, aktivisták, és most lesz a második tárgyalásunk, úgyhogy szembenézünk a bírósággal, az ügyészséggel és a mostani hatalommal. Várunk titeket ott, ha el tudtok jönni személyesen, akkor álljatok mellénk, legyetek részese a demokráciának, a szólásszabadságnak. Mi akkor ott voltunk, és nem féltünk, bár nem tudjuk, hogy mire számíthatunk, milyen büntetésre számíthatunk, hogy pénzbüntetésre számíthatunk-e, közmunkára számíthatunk-e, vagy lecsuknak minket, ligetvédőket, aktivistákat. De február 14-én ligetvédők büntető tárgyalása Markó utca 25-8-30-kor várunk benneteket sok szeretettel. Részletek a Facebookon természetesen. Jöjjetek el, és legyetek mellettünk, és álljatok mellettünk. Ismeritek a ligetvédők aktivisták ügyét, ismeritek a ligetvédők ellenállását, tüntetését, hogy miért is tüntetünk, mi ligetvédők, aktivisták. György Varga, hello, neked is szép hétvégét, neked is, Gyurikám, nagyon szép hétvégét. Úgyhogy várunk benneteket ott,
És természetesen várunk a sok tüntetéseken és demonstrációkon benneteket. Egyre több ember tüntet, egyre több ember demonstrál, egyre többen csatlakoznak a mozgalmakhoz, a civil szervezetekhez, a Közvetlen Demokrácia Szövetséghez, és ez jó, gyerekek. Szóval ennek tudok örülni, amikor az emberek észre térnek, amikor az emberek látják a valóságot, látják a hazugságokat, látják, hogy ez a mostani kormány mennyit rabol, lop, mennyi embert kilakoltatott, tönkretett, mennyi családos került utcára, mennyi hajléktalan és szegény van az aluljárókba. És hogy ezeket a szegény embereket büntetik, ezeket a szegény emberekbe rúgnak belé. Örülök neki, igen, térjetek észre, emberek. Örülök, hogy kinyitják a szemüket, és látják az emberek, hogy miközben ezek az emberek gazdagodnak meg, Orbán Viktor és haverjai, barátai, és milliárdokat, milliókat szórnak el a semmire, a közben pusztul le Magyarország, pusztul le a magyar egészségügy, a közoktatás, a közintézmények. Emberek, akik éjjel-nappal dolgoznak, nem kapják meg a rendes fizetésüket, bérüket. A közmunkásokat rabszolgának nézik. És nem, hogy emelték volna a közmunkások ugye pénzét, hanem csökkentették. És nem beszélve a rendőrökről, a tűzoltókról, a mentősökről, nap mint nap ezek a kollégák, ezek a nagyszerű hősök, emberek életet mentenek. És éjjel-nappal dolgoznak azért, hogy a te családod megmeneküljön, meggyógyuljon, és hogy megkapja azt a biztos ellátást, amit megérdemel, mint magyar állampolgár, megérdemel, mint tisztességes, rendes, becsületes ember. Ezek az emberek ezért küzdenek és dolgoznak. Ezt kell megvédenünk, de csak együtt védhetjük meg ezeket a közös kincseket, ezeket a közös értékeket. György Varga, így igaz, ébrednek az emberek, írja György Varga, de ébrednek az emberek, és nagyon nagy lesz ez az ébredés. Üzenem Gyurinak, üzenem nektek, ugyanis az emberek mérgesek, az emberek feszültek, az emberek haragszanak erre a mostani Orbán kormányra, haragszanak erre a rabló bandára, akik átverték őket, akik hazudtak nekik, a saját szavazójuk, szavazói bázisuk ellenük fordult. Rendőrök, akiknek fűtfát megígértek, őket átverték. Mondom, a héten nyilatkoztak a rendőrök. Nagyon sok rendőr megszólalt az RTL klubba, a házon kívülbe, hogy mennyit kell dolgozniuk, melózniuk, hogy mondjuk 150 vagy 180 ezer forintot hazavigyenek tisztán. Hallottátok, mit mondtam? 150-180 ezer forint. De hát egy BKV-s, egy autóvezető, sofőr, vagy buszvezető a BKV-nál sokkal többet keres, mint egy rendőr. Ez a valóság, és ez az igazság. Rendőrök, akik nyilatkoztak, hogy mennyire átverte őket ezt a mostani Orbán kormány, mennyire hazudtak nekik. Úgyhogy nagy lesz a tüntetés, nagy lesz a megtorlás, mert a magyar nép, ezek az emberek, akik eddig bíztak ebbe a kormányba, nem fogja elviselni, nem fogja eltűrni, hogy továbbra is átverjék őket. Ma a magyar emberek boldogan, szeretetben akarnak élni, gyűlöletmentesen akarnak élni, és el akarják tartani a családjukat és a gyerekeiket. Szeretnék azt a magyar emberek, hogy legyen értelme a munkájuknak, legyen értelme az, hogy bemegy dolgozni éjjel-nappal. Nem túlórába akarják megkeresni az emberek a pénzt. Meg akarnak élni tisztességesen, becsületesen, és túlóra nélkül. 8 órába. Vagy 12 órába, ez is lehet, de fizessék meg az embereket.
a munkájukért. Becsületes munkáért, tisztességes bért kérnek az emberek. Nem éjjel-nappal szeretnének gürizni, dolgozni, amíg meg nem halnak, és ki nem döglenek. Ili Karáné írja, nem szabad félni senkinek, mi becsületesek vagyunk, nem lopunk, nem csalunk, Orbán és bandája jobban fél a magyar néptől. György Kapornyait is üdvözlöm, így van. Úgyhogy köszönöm Ili Karánénak a véleményét, és titeket is, és György Kapornyait is üdvözlöm, sok szeretet, és mindenkit, aki most kapcsolódott be. Így van, becsületes, tisztességesen élünk, és szeretnénk élni. Nem külföldre akarunk menni, nem akarunk elmenekülni Magyarországról. Itt születtünk, itt a hazánk, itt akarunk élni, meghalni, létezni, családot alapítani, boldogan élni, házat venni, lakást. Mert ugye nincs lakás ma Magyarországon, nincsenek bérlakások. Ma Zuglóban próbálják Karácsonyi Gergőjék, ugye tudjátok, hogy Karácsonyi Gergő is indul a főpolgármesteri választáson. Ellenfele Horváth Csaba természetesen, Tarlós úr, és Karácsonyi Gergő Zuglóban próbál egy szociális bérlakást megvalósítani, hogy igenis a rászorulóknak legyen lehetőségük önkormányzati bérlakást venni, kapni. A mostani Orbán kormány ezt nem valósította meg, hogy bérlakáshoz jussanak az emberek. Tudom magamról, mert én is évek óta próbálok pályázni ugye bérlakásra, és egyelőre még semmi esélyem, mert a múlt évben ugye elutasítottak, hogy ebben az évben ne is várjak bérlakást, sőt, méltányosságból se várjak szociális bérlakást, mert nincsen. Mert a mostani főváros, a mostani kormány, önkormányzat nem gondoskodik bérlakásról, a rászorulókról. De nem tudsz családot alapítani, nem tudsz önálló lakhatást létesíteni, mert a mostani Orbán kormány ezt nem támogatja. Te, mint fiatal, 30 éves, 40 éves, hogy alapítsál családot? Hogy költözzél össze egy lánnyal, és hogy vállaljál gyereket? Én csak kérdezem tőletek, hogyha nincs lakásod, hogyha egy szállón laksz, munkásszálon, vagy szociális szálon, vagy tök mindegy milyen szálon laksz, vagy munkásszálon, akkor hogy tudsz egy leányzóval, menyasszonyoddal, vagy szerelmeddel összeköltözni és vállalni gyereket? De hát ez megint egy olyan dolog, hogy megint az van, hogy azt akarják, hogy minél több gyereket vállaljanak a fiatalok, minél több gyereket vállaljanak az emberek, és szüljenek, nők, férfiak, ugye, mert már ilyet is hallottunk egy hülye minisztertől, de nem tudják eltartani a fiatalok a mostani családukat. Vagy nem tudnak vállalni egyszerűen gyereket, mert nincs lakás, nincs megfelelő bér, nincs megfelelő háttér. És közben azt hozudja az Orbán kormány, hogy minden megvan. Én mondom, évek óta pályázom, és higgyétek el, hogy úgy adtam be a lakáspályázatot, hogy mindenféle igazolást kértek. Jövedelemigazolás, munkáltatói igazolás, leírás, hogy miért igénylem ezt a lakást, miért akarok önálló lakhatást létesíteni. És mindenféle indokot kértek, nem is tudom, mennyi igazolást kellett beadni. Ja, igen, az, hogy mennyit keresek, de hát kíváncsi voltak arra, hogy mennyi a bruttom és mennyi a nettó keresetem, hogy tudom-e majd fizetni a lakást. Beadtam, természetesen van előtakarékosságom, fundamenta, és így is elutasítottak, még így is nem kaptam meg a szociális lakást. Ugye szeretnék már én is önálló lakhatást ugye létesíteni, hogy a mennyasszonyommal, vagy a párommal, szerelmemmel össze tudjak költözni, és gyereket tudjunk vállalni. Így nem tudok gyereket vállalni, és nem tudok családot alapítani.
Ili Karáni írja, nagyon sok üres lakás van, és miért nem adják oda a fiataloknak, hogy itt maradjanak Magyarországon? Így van. Azért nem adják oda, mert eladják haveroknak, barátoknak. Ugye megtettem, vagyis megosztottam egy fényképet a Könyves Kálmán körútnál, hogy ott van a sok üres lakás, szociális üres lakás, és ki van írva, hogy bérbe kiadó. Rá van írva egy telefonszám, teljesen üres, le van amortizálódva, le van épülve a lakás természetesen, és kiírják azt, hogy bérbe kiadó, és nem adják ki senkinek, majd haveroknak, barátoknak, vagy eladják. Mármint az a fideszes önkormányzat eladja majd jó pénzért. És zsebre teszik a lóvét. Elsikasszák. És te meg, mint fiatal, rászoruló, nem kapsz semmi lakást, hanem lakhatsz egész életedben egy csövesszálón, vagy utcára kerülsz előbb-utóbb. Timár József, mégse használjuk ki, hogy jobban félnek, pedig csak egyszer kéne odavágnunk rendesen, kiszedni a trómból. Már meg kellett volna tenni, hiszen annyian vagyunk ebben az országban, és ilyenkor, igen, a trómból már meg kellett volna tenni, hiszen annyian vagyunk ebben az országban, ilyenkor mégsem, így van. Úgyhogy köszönöm szépen Józsinak, de hogy Józsi is írja, színész kollégám, barátom, hogy már ezt rég meg kellett volna tenni, hogy ezt a mostani korrupt, rabló, hazug bandát kivágni a trónból, és összefogni az embereknek, és azt mondani, hogy elég volt a hazugságból, a korrupcióból, az embertelenségből, a gyűlöletből, és elég volt az, hogy kifosztjátok az országot, ti jó éltek, gazdagon éltek, megvan mindenetek, és mi, magyar állampolgárok, a magyar nép szegényedik el, és nyomorban él. Ahogy Józsi is írja, ezt kellett volna tennünk. Már rég meg kellett volna tennünk, hisz sokan vagyunk mi magyarok ebben az országban. Máshol össze tudnak fogni, miért nem tudunk összefogni. De nem csak ilyenkor magunkra kell gondolnunk, saját dolgainkra, értékeinkre, életünkre, hanem ilyenkor a jövő generációjára kell gondolnunk, a családunkra, gyerekeinkre, szeretteinkre, barátainkra, kollégáinkra, és mindenkire, aki ma Magyarországon él, és itt akar megélni Magyarországon. Igen, és ezt már rég meg kellett volna tennünk, hogy elzavarjuk ezt a mostani Orbán kormányt, hogy leszámolunk a diktatúrával. Mert nem ilyen Magyarországot képzelünk el magunknak, nem ebben az országban akarunk élni. Nem látjuk a jövőt, nem látjuk a reményt. Az emberek elkeseredettek, és szomorúak. Erre gondoljatok, amikor leültök a családotokkal, amikor anyagi problémáitok vannak, gondjaitok, vagy nem tudtok megoldani, vagy gondolkodtok, hogy tudtok megoldani egy problémát, egy bajt. Hogy mit tett ez a mostani Orbán kormány veletek. És közben Tímár József megint ír, már csak ki akarja facsarni az országot. Igen, országot, igen, neki nem célja, hogy itt maradjunk. Ezek szerint sok erre utaló dolog van, így van. Köszönöm szépen, Józsi. Én is úgy gondolom, egyetértek maximálisan Józsi barátommal, kollégámmal. Itt már csak kifacsarja Orbán az országot és barátai, haverjai. Már a milliárdokat, a milliókat lenyúltak, hisz milliárdos lett ő is, milliárdos lettek a haverjai, barátai. Lássátok, ugye megboldogult Henry Vajnát is, hogy 60 valamennyi, nem is tudom, milliárdot szedett össze az Orbán kormány által. Hol van ez a pénz? Hol vannak ezek a milliárdok, vagy Mészáros Lőrinc, aki hirtelen gazdag lett, hihetetlenül gazdag lett ebben az országban, és szintén az Orbán kormánynak köszönhető. És még mondhatnám, nagyon sok dolog van,
ami erről szól, az Orbán kormány korrupciójáról, zsarnokságáról. Nem mindig tudok jelenkezni, nem mindig tudok veletek beszélgetni, ugye mert sokat dolgozom, sokat melózom, és sokat vagyok bent a kórházba, hiszen magyar egészségügyben dolgozok, és nagyon sokat kell éjjel-nappal néha dolgozni. Nagyon sok műszakot kell letölteni. De amikor élőben jelenkezek, vagy jelenkezünk barátokkal, kollégákkal, tagokkal, akkor arra kérlek benneteket, hogy gondolkodjatok el a saját életeteken is. Ne csak arról, amit mondani akarunk nektek, vagy akarok nektek, vagy amit szeretnék nektek közvetíteni, mi gondolatokat. Mert ezek mi gondolatok? Ezek a mindennapi életed gondolatai. A mindennapi problémáid, gondjaid. Igenis ez a megoldásra, hogy összefogunk. Hogy kimegyünk, tüntetünk, demonstrálunk. És Petra Gulyást is üdvözlöm. Szia Petra, nagyon szép napot kívánok nektek. És mindenkinek, aki követ minket, és mindenkinek, aki a közvetlen demokrácia szövetség és mozgalomhoz tartozik. Ne felejtsétek el, összefogás, szeretet és gyűlöletmentes élet. Ekkor tudjuk leváltani ezt a mostani Orbán kormány. Ekkor tudunk célt érni. Igenis, győzhetünk. És szerintem győzni fogunk. A nép felébredt, a nép megindult, és a nép ébred. Én ezt úgy gondolom, hogy csak veletek együtt sikerülhet. Mindenkinek mondom, hogy csatlakozzon a közvetlen demokrácia szövetség és mozgalomhoz. Megtaláltok minket a Facebookon. Várjuk a jelentkezéseteket, várjuk azt, hogy tagjaink legyetek, barátaink legyetek, és hogy fogjatok velünk össze. Gyertek el tüntetésekre, demonstrációkra, gyertek el közös programjainkra, gyertek el, és legyetek szabadok, higgyetek a szólásszabadságban és a demokráciában. Ne felejtsétek el, hogy hamarosan indul Dávid Szarka, Szarka Dávid kollégám új musora. Timár József írja, Atikám, megyek, majd beszélünk, jó légy, minden jót, kitartást, köszönöm szépen, üdv Joci, neked is Józsikám, minden jót kívánok neked, és neked is kitartást. De hát mindenkit sok szeretettel várunk programjainkra, és indul Szarka Dávid új musora, természetesen a közvetlen demokrácia szövetség, Facebook oldalán ezt is megtalálhatjátok, természetesen kísérhetitek és követhetitek Dávidnak az új musorát. Nagyon érdekes lesz ez az új musor. Dávid mindent be fog nektek mutatni, emberi sorsok, életek. És a mai, mostani szociális hálóról természetesen és szociális szolgáltatásokról. Úgyhogy kövessétek Dávid Szarka új musorát, és minket is. Nagyon szép napot kívánok nektek, kívánom nektek azt, hogy kitartással és egységgel fogjunk össze. Ne felejtsétek el, február 14, ligetvédők büntető tárgyalása, legyetek ott velünk, csatlakozzatok hozzánk, nézzetek minket meg élőben, és legyetek tagjaink a Közvetlen Demokrácia Szövetségnek. Megtaláltok minket a Facebookon. Én Attila Csipi voltam, a Közvetlen Demokrácia Szövetség tagja, szervezője. Sziasztok, szép napot, és szép jó estét kívánok mindenkinek.